Tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves közönségünket, és külön köszöntöm Tamás Ilonát, a harmadik tankerület igazgatóját, az Élia Szabina Alapfok Művészeti Iskola tanévzáró hangversenyt. Fogadják szeretettel legjobb, legeredményesebb növendékeink műsorát. Immár évek óta hagyományos módon a hangversenyt egy trombita fanfár nyitotta. A műszerzője Bogár István, akik előadták, Árkosi Máté, Dobovics Gergő, Major Boton és Sun Fantau. Felkészítő tanárok Félegházi Bence. Szeretném megkérni a tisztelt közönséget, hogy aki még nem kapcsolta ki telefonját, az most tegye meg. Köszönöm. A folytatásban hallgassák meg Gustav Ellerton tarantelláját. Előadja Dömötör Csanád Hegedű. Felkészítő tanára Tóth Nébenkő Krisztina. Zongorán kísér Centnár Judit tanárnő. Thank you.
Következő műsorszámunk Alfredo Rolando Ortiz Columbia Deliciosa című darabja. Előadják Bertalan Eszter és Sókitót Eszter Hárfán. Tanáruk Szeder Kéminé Horváth Márta. Thank you.
János Gáspár Magyar Fantázia című darabja következik. Pál Szilveszter adja elő gitáron. Felkészítő tanára Szűcsi Balázs.
Franz Schubert G-mol hegedű zongora szonátájának második tételét kamarazenek tanszakos növendékek adják elő. Fülöp Zsófia hegedű, Gyulis Anna zongorán. Hangszeres tanáraik Kékesi Nétakai Anna, Banu Népál Margózata, kamarazene tanárai Kenesei László. Thank you.
következik William Henry Squire Tarantella című darabja. Előadja Ritani Ája cellón, tanára Haraszti Erika, zongorán kísér Mészáros Pálman tanár. Thank you.
muzsikával folytatjuk műsorunkat. Galtánó Donizetti szonátáját előadja Böcker Fruzsina, felkészítő tanára Török Paktina, zongorán kísér Mészáros Pálma.
dél-amerikai hangulatra váltunk műsorunk az uruguayi szerző Gerardo Matiz Rodriguez darabjával folytatódik. Címe La Cumpersita. Előadják Blajer János, Nyári Lőrinc, Schreiber Kinga és Walner Andrea a gitáron. Tanáruk Topa Zoltánné. Thank you.
átadom a szót Kenesi László igazgatónak. Tisztelt igazgatóasszony, tisztelt szülők, kedves növendékek, kedves tanárok! A tanév során két olyan tanszaki verseny volt, ami házi versenyként szerepelt az iskola munkatervében. Az egyik a szófés házi verseny, aminek a jutalmait a diákok megkapták már. A másik pedig a vonós tanszakon a házi verseny, úgy egyéni, mint kamara kategóriában. Az ő díjaikat ma a hangverseny után a tanszakvezető, illetőleg Botkáné Kollári Júlia és Tőkés Bodor Andrea igazgatóhelyettesek fogják átadni. Képzőművészeti szakon a iskola tanárok előterjesztése alapján jutalomban részesíti Bene Biancát, aki 6. osztályos tanul, és a Fővárosi Komplex rajzversenyen második helyezést ért el. Első helyezést ért el a Fővárosi Költészetapi versillusztrációs pályázaton, a Budapesti Tavaszi Fesztivál keretén belül megrendezett Tavaszi Fesztivál Kínai Tavasz Sárkánytánc című rajzpályázatban sikeresen szerepelt a tanára, Polyák Ajda. Köszönet a tankerületi igazgatónak és a Kliknek, akik ezt a évvégi jutalmazáshoz a anyagi feltételeket biztosították. Zeneművészeti ág. Ökrös Zsombor, szófés 6. B-osztályos tanuló. Nagyon szorgalmasan készült a zeneművészeti szakközépiskolai felvételre, sikeres felvételi vizsgát is tett a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola hangkultúra szakára tanára, Szigetiné Horváth Zsuzsa. Szászi Gabriella Timea, gitáros növendékünk, Sós Lila tanítványa. Gabi rengeteget gyakorol, írja a tanárról, és ez főként belső indítatásból teszi. Fellépései ebben a tanévben 12 alkalommal voltak az iskola szervezésében. Kiemelkedő eredmények a Varázscsepp verseny döntőjében 3. helyezést ért el gyerekek. Dömötör Csanád Hegedű tanszakos növendékünk, 6. ő is B-tagozatos növendékünk. Szorgalmas, odaadó és kitartó munkájával méltán példaként áll a társa előtt. Gimnáziumi tanulmányai mellett is megbízható és pontos. Részt vesz szinte minden zeneiskolai hangversenyen és külső rendezvényeken is gyakori fellépő. Több alkalommal szerepelt országos kamaraversenyen és a legutóbbi házi vonós verseny szóló és kamara kategóriákon szóló és kamara kategóriájában is aranyérmet szerzett. Rendszeresen jár zenekari próbákra és fellépésekre, ahol szólistaként is szerepelt. Lelkesebb, folyamatos gyakorlással készül az előtte álló feladatokra, és amit elvállal, azt mindig legjobb tudása szerint igyekszik lelkiismeretesen teljesíteni.
sikeres alapvizsgát tett, és jövőre továbbképzésként folytatja tanulmányát. Tanára tudni Benkő Krisztina. Baros Kata, a házi szorfésverseny 90%-os teljesítménye jutott tovább a budapesti második Erdélyi Pál szorfés és néptanulási versenyen, ahol első helyezést ért el. Ezen kívül 100%-os írásbeli teljesítménye miatt külön díjban is részesült. Tanára Bezerédi Zoltánné, Póca Katalin. Pál Szilveszter gitároson következik, aki Szücsik Balázsnak a növendéke, ma is hallottuk. Szilveszter arra törekszik, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa, igénye van a folyamatos fejlődésre, motivált, mindig van előtte cél, amiért dolgozhat. Egyéb kötelességei mellett zeneiskolásként egy-egy fontosabb fellépés előtt akár napi több órát is hangszerével tölt, versenyeken, fesztiválokon sikerrel szerepel a legjobbak között. Ebben a tanévben elért kiemelkedő eredménye a Nemzetközi Ifjúsági Gitárversenyen Pozsonyban, második helyezést ért el, emellett a regionális gitárversenyen Székelyszent Miklóson alanyi fokozatot. Gyere! Ciceu Jarina, kamarazene tanszakos növendékünk. Jarina előképző óta elvégezte a 7 év alapi oktatást, majd a továbbképző folytatta tanulmányait, és egy éve a sikeres záróvizsga után kamarazene szakra jár. A zeneiskolai versenyeken arany, illetve ezüst minősítéseket szerzett. A tanszaki koncerteken rendszeresen szerepelt, iskolai zenekar oszlopos tagja, a Nemzeti Galériában szólistaként is haladtuk az idén. A zeneiskolai továbbképző elvégzése után ugye a záróvizsga, után kamarazene tanszakra járt, és a hosszú évek szorgalmas, kitartó, lelkiismeretes és nem utolsó sorban tehetséges muzikális diákja az idei évben, amellett, hogy érettségizik, sikeres felvételi vizsgát tett Cambridge-ben földrajzszakra. Mivel most hát ő el fog menni tőlünk, egy időre mindenképpen, köszönjük az itteni fáradozását, és kívánjuk, hogy bárhová is veti az élet, jó szívvel gondoljon majd a zenéskolánkra és az itt töltött évekre. Tanára Pap Csilla. Hangszerjátékát a 2016-os Szigetszent Miklósi regionális gitárversenyen ezüstoklevéllel díjazták. A zenei táborokban, a közösségformálásban kiemelkedően tevékenykedik. Az idei tanévben a Magyar Kodály Kórus Iskola szervezésében rendezett harmadik gyermek és ifjúsági kamaraversenye János duó kategóriában a harmadik helyezést ért el, és a társával a gála hangversenyen is szerepelt. A gitárzenekar oszlopos tagja meghatározó személyisége. Emberileg és szakmailag egyaránt példaképe lehet a felnövekvő növendékeknek. Nem a zenei pályát választotta, de az életben meghatározója lesz a zene, amely a szépre, az alázatra nevelte őt, segítve abban, hogy értékes felnőtté váljon. Sikeres záróvizsgát tett, kamarazene tanszakon folytatja tanulmányai tanára, Topa Zoltán meg.
Cintia, Egedűs kamarazenész tanulom. Minden tanulom elé példaképül állíthatott töretlen szorgalmával. A hihetetlen céltudatosság, az elvállalt feladat maradéktalan teljesítése, és minden, ami a szorgalommal, gyakorlással elérhető, ez jellemzi. 2001 óta volt iskolák növendéke, és azóta végigjárta a hegedű tanulás valamennyi lépcsőfokát. A tanárváltások sem tántorították el, a hegedülési vágya átsegítette minden nehézséget. Ő igazán elmondhatja magáról, hogy eljutott a gyerekalak pengetésétől Beethoven tavaszi szonátájáig. És mindezt a napi munkahelyet ért el. Köszönjük és gratulálunk. Tanár a Pap Csilla. Óta, vagyis 14 éve iskolán ütőhangszeres tanulója, az alap és a továbbképző évfolyamok elvégzése után 4 évig tanult, illetve muzsikált kamarazene tanszakon. Szorgalmának, kitartásának, de leginkább nyitottságának köszönheti, hogy sikerült kibontakoztatni a képességét. Zene érzékenység, alkalmazkodó képesség, sokoldalúság, kreativitás, fejlett improvizációt készség jellemzi. Otthonosan mozog a legtöbb műfajban. 4 évi zenetanulás után bekerült az ütőkamara zenekarba, majd a nagy zenekarba. Számos fővárosi és országos ütőfesztiválon ért el jelentős sikereket különféle kamaraformációkban, zenekarokban. Elismerése mint, hogy munka, illetve felsőfokú tanulmányok mellett a mai napig tud időt szakítani gyakorlásra és a zene magas szintű művelésére. Tanára Kovács Tibor. Növendékeit nagy szeretettel tanította a hangszerre és a zene szeretetében. Sokan jó alapokat kaptak tőle ahhoz, hogy más húgos hangszeren folytatassák tanulmányokat. A növendékekért végezett áldozatos munkáját a tanítványi nevében is köszönöm. Topa Zoltánné 1975-től a Fővárosi 3. Keleti Állami Zeneiskolában tanít, vagyis az ennek az elődjében. Az első munkahelyenként már korábbi iskoláját választotta. Példaértékű, hogy vállalta és teljesítette a minősítési eljárást is ebben az évben, és így a pedagógus 2 kategóriában nyert besorolást. Több sikeres növendéket vezetett a zenei pályára, illetve az amatőr zenélés útjára. Mióta iskolában megalakult a gitárzenekar, azóta sikeresen vezette, évenként a Nemzeti Galéria vasárnapi matinéinak fellépői között rendszeresen szerepeltek, méltó sikerrel. Tanszakvezetői munkát jó szervezőkészséggel látta el. Itt szakszervezeti titkár, az együttműködést tartott a szem előtt, és nem azt, amit a törvény korábban leírt, hogy a munkáltatóval szemben képvisel a dolgozók érdekeit. Aktív szervezője és lebonyolítója volt, és még az idén nyáron is az lesz a zenei táborokban. Köszönjük munkáját, fáradozását, növendékei és kollégák nevében is.
Képzőművész tanáraink közül Varga Ágnes kolléganő megy nyugdíjba, 42 év itteni szolgálati idő után. A Fodros utcai általános iskolában tanított 1992-től, majd 2010 óta a művészeti iskolánk tanára lett. Korábbi munkai végezte iskolán kihelyezett tagozatát. Nagyszerűen felszerelt alkotóműhelyt alakított ki a helyi iskolával, amit folyamatosan és a lehetőség figyelembevételével gazdagított. A kerületi munkaközösség vezetője is volt hosszú éveken át. Aktív művészi munkájával, kiállításaival dopingolt a tanítványait, példát mutatott nekik. A művészeti iskola társasköri kiállításain is mindig bevonta alkotásait. Növendékei rendszeresen vettek részt és jó eredményeken fővárosi és országos versenyen. Köszönjük a közösségért végzett áldozatos, önzetlen munkáját. Majd külön köszönjük őt. Az irodában úgy a irodai dolgozóknak, mint a zeneiskolai valamennyi tanárának a munkáját is nagyban segítette a 7 évvel iskolánkhoz került Molnár Gyula. Figyelmessége, segítőkészsége és a problémák megoldása vezette a szolgálatát. Nem volt olyan feladat, amit készségesen ne és ne azonnal vállalt volna el. Én mondjuk azt nem emelném ki, hogy hát azért nem volt mindig zöggenőmentes a tanároknak a jelzése, amikor délben jelezték, hogy mi kellett volna már reggelre, de mindent igyekezett megoldani, illetőleg nem ismert fáradtságot annak, hogy ezeket a problémákat megoldja. Ezt a fajta hozzáállást is és a közösséghez, növendékekhez a segítőkészségét ezúttal is köszönöm, illetőleg kérem, hogy jöjjön ki, már volt itt. Két dolog van, amihez mindenki ért, az egyik a foci, a másik az oktatás. A két-három éves gyerek már biztos, hogy belerúg a labdába, vagy a labdának látszó kőbe, aztán utána a következményeket a szülő kezeli. Oktatáson meg mindenki különböző hosszúságban átesett. Ezért aztán, amikor az oktatásról esik szó, akkor erről mindenkinek van véleménye, akár megalapozott, akár megalapozatlan. Azonban azt hiszem, hogy a oktatásban végbe menő mostani változások, most a magánmai lemegyet mondom, azok olyan szükségszerűségek, amelyek a gyerekeknek, illetve a jövőnek a jobbítását szolgálják. Köszönöm azoknak, tehát minden munkatársamnak, akik ezekben a tüntetésekben és egyik eseményeken nem vettek részt, mert a saját elszántukból úgy gondolták, hogy ez nem az a fórum, ahol lépniük kell. Illetve köszönöm, hogy azok, akiknek pedig mondjuk egy tárgyalóasztalnál van a helyük, azok ott fejtik ki véleményüket, és nem mindenféle kifejtés nélkül kritizálják azt, ami történik. Azt hiszem a pedagógusoknak is, meg a hasonlóan gondolkodó szülőknek is az a feladatuk, hogy azt a tüzet vigyék tovább, vagy adják tovább, amit esetleg a hivatásokból fakad, és ahogy a bölcs mondást tartja, hogy nem a halott őrzik, hanem a tüzet adják tovább. Bízom abban, hogy a következő tanévben is, ami a júniusi évzárás után következik, ezzel a szemléletet tudunk tovább dolgozni, és a gyerekeket, illetőleg a jövőt próbáljuk építeni. Azt hiszem, bőven elég volt ennyi beszéd, meg egy utalmak átadása következzen ismét a zene. Hangversenyünk befejező számára engedjék meg, hogy
és mindannyiunknak tartalmas, élményük szép nyarat és jó pihenést. Végezetül pedig az Ütős Kamara Együttes előadásában hallgassák meg Claude Bolli Peruccia című darabját Kovács Tibor átiratában. Előadják Garai László, Gráf Nóra, Nyári Vilmos, Sokító Kristóf, Szeder Gábor és Teremi Kristóf. Felkészítő tanárok Kovács Tibor.